Sziasztok! Ez itt a Premier Planet, és hát elérkeztünk az év végéhez, úgyhogy én mindenképpen szerettem volna egy olyan videót, amiben a diákokat megkérdezem, hogy ők hogyan is élték meg 2020-as, hiszen valljuk be, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon meghatározó év volt mindenki számára, úgyhogy erről fognak nekünk mesélni, vágjunk is bele a videóba! Sziasztok, a nevem Fodor Erik, 20 éves vagyok, és a Premier Művészeti Szakgimnázium budapesti tagintézményében tanulok. Sziasztok, én Zöld Élre vagyok, a Premier Művészeti Szakgimnázium budapesti diákja. Sziasztok! Tóth Bettina vagyok, a Premier Művészeti Szakgimnázium budapesti tagintézményének egyik felnőtt képzésben résztvevő diákja. Ebben a videóban pár kérdésre fogok válaszolni. A legjobb dolog, ami 2020-ban történt velem, hogy sokkal nyitottabb lettem a világ felé, a nyáron rengeteg új barátom lett, és rengeteg új élménnyel gazdagodtam. Ezáltal sokkal színesebb volt az évem is, és nagyon örülök, hogy ez így alakult. Hát, az, hogy belépett egy nagyon-nagyon fontos személy az életembe. A legjobb dolog, ami 2020-ban történt velem, az talán az volt, hogy egy olyan társaság részévé váltam, ahova mindig is be akartam kerülni gyerekkorom óta, és olyan emberekkel volt lehetőségem találkozni, akikkel olyan lehetetlennek tűnt. Kapcsolatok szempontjából ez egy nagyon előnyös év volt számomra. A legrosszabb dolog, ami történt velem 2020-ban, az az, hogy alig kezdtük el az iskolát, mármint én csak második fél évben csatlakoztam a premierhez. Igazából 6 hetet tudtam oda járni, és haza kellett jönnöm, aztán most is csak egy kicsit tudtam járni a suliba, és megint haza kellett jönnöm. Szóval így igazából ezt nagyon-nagyon sajnálom. A legjobban kiemelkedik az összes rossz közül az az volt, hogy egy férfi, azt hiszem még szeptemberben követett engem, tehát ez nem is annyira régi emlék. Úgy gondolom, hogy sok szempontból az emberek nem veszik komolyan ezeket a szituációkat. Rossz dolognak nem nevezek semmit. A legnehezebb dolog a kapcsolataimban voltak. Új évi fogadalmam nem volt, de idén majd biztosan lesz, és biztosan be is fogom váltani. Nem volt szerintem évelei fogadalmam, de nem nagyon emlékszem rá őszintén, de nem, szerintem nem. Őszinte legyek, nem igazán hiszek az évelei fogadalmakban, mert hát a 80%-át nem igazán szokták betartani az emberek, ezért van az, hogy januárban még sokan vannak az edzőtermekben, utána meg már kevesebben például. Rengeteg mindent tanultam ebből az évből, nagyon eseménydús volt számomra, és rengeteg jó és rossz dolog is történt egyaránt, de legfőképp azt tanultam meg, hogy legyek sokkal nyitottabb a világ felé, így sokkal több barátot szerezhetek, és ne bízzak meg mindenkiben. Hát ebben az évben elég sok mindent tanultam, többek között megtanultam azt is, hogy nem csak egy embert lehet szeretni feltétel nélkül, hanem akár többet is. Azt tanultam ebből az évből egy részt, hogy nagyon jó új emberekkel megismerkedni, és 2021-től azt várom, hogy végre a korlátozások oldódjanak fel, és tényleg megint a régi kerékvágásba álljon vissza minden, és hogy egy eseménydústeli évem legyen, és nagyon-nagyon jó legyen így összességében az egész. 2021-ben nagyon sok dolog fog történni velem, lerészletezni az összeset nem szeretném, meg még nagyon sok kérdőjel is van néhány dologgal kapcsolatban, az viszont biztos, hogy nagyon sok adrenalint várok 2021-től. Hát 2021-től én fejlődést várok. Lelkileg, zeneileg és karrierileg is. Tehát azt szeretném, hogy a karrierem az elinduljon, megjelenjenek a saját dalaim, klippek hozzá, és az emberek hallgassák. Szeretném magam kizmosítani. Legnagyobb célom igazából ez, hogy a karrieremet felépítsem, és minél több emberhez eljusson a dalaim. Minél több emberhez eljussanak a dalaim. Legnagyobb célomat még nem tűztem ki 2021-re, igazából ilyen óriási-óriási céljaim nincsenek, talán az, hogy minél jobban teljesítsek éneklésben és színészkedésben, és esetleg több szerepet kaphassak. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, reméljük, hogy hamarosan vége lesz majd a karanténnak, és találkozhatunk veletek élőben is. Főleg, hogyha nyílt nap lesz majd a suliban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Ezúttal is szeretnénk nagyon-nagyon boldog új évet kívánni nektek, és ne felejtsétek el, hogy minden szombaton jelentkezünk továbbra is új videókkal. Mindenkinek boldog új évet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!